hatalmas a sürgés forgás az Eiffel műhelyház Bánfi termének környékén. Az alkotók és a művészek egyaránt izgatottak, hiszen a világ első csak okostelefonokkal rögzített online bemutatójára készült az opera. Ezek a felvételek még 2020 őszén forogtak. Nagyon élvezzük, hogy improvizálhatunk ilyen értelemben, de hát nyilván rajtunk van egy extra stressz. Az ember egy picit jobban fél, jobban izgul, mert úgy érzi, hogy sokkal több mindent lát és hall a kedves néző. A Poppea megkoronázását tavaly élőben is láthatta a közönség, a különleges témához már akkor is egyedi interpretáció és modern hangszerelés társult. Monteverdi rendhagyó színpadi művét a piacon lévő legmodernebb telefonokkal rögzítették. Én úgy szeretném az egészet, mintha ezt valaki telefonnal ilyen lopott állásokból, akár az énekes maga is ilyen titokban felveszi az a jelenetet, amiben benne volt, vagy éppen valaki a takarásból felveszi a jelenetet, vagy éppen a nézőtérről felveszi a jelenetet, tehát hogy ez lenne az egésznek a koncepciója, hogy ez az egész olyan, mintha ilyen tiltott felvételekből lenne összevágva. Az amúgy is modern felfogású produkciót az alkotók 12 csúcsminőségű okostelefonnal vették fel. Ezáltal a zenetörténet első történelmi operája, ami egyben Monteverdi utolsó műve is, egy egészen új szemszögből volt látható az Opera Otthonra közvetítés sorozat keretein belül. A címszereplőt megformáló Kesszei Bori elárulta, ez a rendhagyó szituáció a szereplőktől is extra felkészültséget igényel, mind színészileg, mind hangtechnikailag. Kifelé is kell tudni játszani, úgy is meg kell tudni felelni, de befelé is. Hogy most hangtechnikailag mondjam, vannak nagy forték a zenekarban, amit át kell tudni énekelni, hogyha egy pusztán színpadi előadásról van szó, viszont miután mikroportok vannak rajtunk, és ezt nagyon profi körülmények között felveszik a kollégák, ezért nagyon sokszor nem szükséges, hogy teljesen áténekeljem, hiszen majd úgyis ki lesz keverve a pontos arány. Sokkal fontosabb, hogy a hangadás maga, a hangminőség, a hangszépsége és a szövegértés az viszont 100%-os legyen. Irtú! Az énekesek vokális jelenléte kiemelkedően fontos ebben az esetben, éppen ezért a színházi előadásokkal ellentétben itt mindenkinek saját ragasztott mikroportja van, amit a felvétel megkezdése előtt a hangbeállás alatt egyesével ellenőriznek a hangmérnökök a tökéletes hangzás érdekében. A hangzás mellett itt a képek nyújtották az igazán egyedi és exkluzív élményt, hiszen nem csak a nézők szemszögéből láthattuk az előadást és az eseményeket, hanem a szereplők szubjektív kameráin keresztül is, amire eddig még nem volt példa a Magyar Állami Operaház történelmében. A megszokott online előadásokkal ellentétben, amiket élőszerűen, vagyis leállás és ismétlés nélkül rögzítenek, itt az énekeseknek többször is meg kellett állniuk, és egy-egy jelenetet vagy áriát teljes egészében meg kellett ismételniük, ami nagy igénybevételt jelent számukra, és maximális koncentrációt követel tőlük. Nem szabad elengedni a fonalat, nem szabad, hogy lejjebb legyen a következő snitnél az energiaszint, mert akkor egyszerűen nincs meg az ív. Nem mutatjuk meg, nagyon béna. Nem igaz, tök jó lesz. Ezek a megállások inkább kizökkentik az embert. Nem jó ismételni, szóval megvan a folyamata a dolognak. A pandémia mostoha körülményei inspirálták az alkotókat erre a forradalmi megoldásra, akik a legnehezebb pillanatokban is keresték az új ötleteket, hogy életben tartsák az operát. Ebben mi örömmel vagyunk partnerek,
amikor fölkérnek minket, mert nekünk is tudásban többet ad, rugalmasá tesz minket, és nem utolsó sorban ezt a műfajt még tovább tudja modernizálni, és tudja közelebb hozni akár valóban olyan emberek számára is, akik mondjuk lazán kapcsolódnak ehhez a műfajhoz. Almási Tóth András rendezése, Bella Máté zeneszerző modern és progresszív hangszerelése, a nagyvárosi amerikai gangster történet milliójét megidéző díszlet és jelmezek, a Poppea megkoronázását tökéletes alanyává tették ennek a kísérleti felvételnek. A produkciónak már a premier során is az volt a célja, hogy megszólítsa az Y és Z generációt, az operafilm újszerű látásmódja pedig egyértelműen támogatja ezt a célkitűzést.